Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Hello! Sziasztok! Rég voltam már itt, ugye? Nagyon rég. Na, éppen ezért értünk vissza egy jó kis lengyel hadjárattal. Na, ugye itt van egy hói kampányunk. Na, hol is állunk? Kicsit el vagyok bizonytalanodva itt. Ugye nekünk van egy kőkemény és erős Central European Alliance-ünk. Ugye ebbe veszünk mi részt, mint a lengyel-keleti szárny, karöltve a románokkal. Egyértelmű, hogy a vezető szerep az berliné, németországé, ez egyértelmű, vitathatatlan, ő itt a legerősebb gazdasági hatalom, de úgy látom, hogy egész jól ki vagyunk egészítve itt az északi szárnyon, ugye a svédekkel, dánokkal, majd a nyugati szárnyon, ugye a Benelux államokkal, lehet, hogy megalapul ebből majd az Európai Unió, ki tudja, majd meglátjuk. Az az érdekes, hogy mi még nem állunk háborúba senkivel, ugye itt van alattunk egy Balkan Defense League, hát ami magába foglalja az egész volt Jugoszláviát, Szerbiát, Albániát, egy kis részt Olaszországból, valamint a mai Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Ukrajna egy kis részét. Na, ők valószínűleg ellenünk lesznek. Valamint azt azért látni kell, hogy itt az oroszok súlyos harcokat folytatnak, ha jól látom. Mert bocsánat, már kicsit nem emlékszek erre a játékmenetünkre, hogy hogy van. Hát igen, a kelet-ázsiaiakkal, valószínűleg, hogy a japánok mindenféle szövetségével háborúban állnak, valamint itt a Baltikum gyakorlatilag összes országával, mert Észtország, Lettország, Finnország nettó háborúban áll velük, de még Litvánia is úgy, hogy hát nagy bajban vannak, több frontos itt a háború. Ugye itt van Szinkiangnál, itt egy elég lassú láma háború van éppen, de Mandzsugu területén, ott Szibéria távol-keleti részén ott azért kidurranhatnak itt a pofonos ládák, de azért azt ne felejtsük el, hogy itt Japán vívja a háborúját a mérhetetlen manpowerrel rendelkező Kína ellen, és aki most, hogy is van? Aha, minden a kínai népköztársaságé, ami Kína, ja, és ő hát nettó háborúzik az összes állam, vagy szomszédjával, így is van. Ja, igen, erről már beszéltünk a korábbi adásokban, hogy azért, hát, a világ jól föl van szabdalva, ugye a britek elengedték a... Így is van, a britek elengedtek kb. Mindent, kommunistává váltak, és elengedték a dominionokat, nem is nagyon tudnák visszatartani őket, és az elengedett dominionok közül már csak India tartozik hozzájuk. Nagyon jó, akkor ez szerint fogunk majd mi is lépni. Franciaországnak, ha jól látom, még megvannak a tengeren túli gyarmatai. Igen, meg. Jó, akkor ő vele még azzal számolni kell, hogy ő lesz egy gyarmati háborúja. Jó, a Észak-Amerikában, amit látunk, az egy nagyon komoly USA-Kanada összeborulás. Nettó demokraták, úgyhogy hát igen, ők kemények. Valamint, ha jól látom, a Filippinók, na igen, a Filippinók még velük vannak, ugye ezt tudjuk történelemből, hogy ők azért eléggé Amerika pártiak voltak. Legalábbis ebben az időszakban itt van a Hispan Alliance, az ugye, ha jól nézem, ez Brazília és Mexikó. Mexikó a szépen katolikus Mexikó. Érdekes, hogy fasiszta is szépen magából vasztotta itt Közép-Amerika kis banánköztársaságait. De hát most Istenem, ha meg tudta tenni, meg tudta tenni. Ja, és egy másik érdekes, a United Republics of Iberia. Így is van, hát ugye ők egyesültek a portugálokkal. Elengedték ugye a volt portugál gyarmatokat, és azt hiszem már csak a spanyol gyarmatok egy részével rendelkeznek. Talán ő még portugál gyarmat volt, de a kínai is el lett engedve, Macau, ugye? Ugye? El hát, jó. Rendben. Na, akkor ebben a közegben, azt kell megértenünk, hogy ebben a politikai közegben kell nekünk valamit tenni. Én úgy gondolom, hogy a mi frakciónk az igazán erős, igazán helyt tud állni. Szerintem még egy pár európai államot be kell vonnunk, és ez itt a közép-európai szférára értendő Olaszországra, Franciaországra, vagy az ibérekre. Hogyha őket sikerülne bevonnunk, akkor abszolút dominanciánk van itt Európában, megkérdőjelezhetetlenek vagyunk, inkább megkerülhetetlenek vagyunk.
úgyhogy Európa majd tőlünk fog függeni. Ugye, hát itt az van, hogy itt ki kell nyomni az alájzt, a franciákkal valamit dűlőre kell jutni, így vagy úgy, de velük dílelni kell. Én keményen ajánlom, hogy ezt a csoportosulást itt a Balkán Védelmi Ligát, ezt valahogy fel kell számolni, és függővé kell tenni tőlünk. Valamint, hát lehet, hogy be kéne csatlakoznunk itt egy kicsit a háborúba a Baltikum országai mellé, és talán akkor ők is fölsorokoznának a dolgainkba, és akkor vissza tudnánk szorítani az oroszokat. Az ugye nekem létkérdés, mint Lengyelország. Ez létkérdés mindig is, hogy mennyire tudjuk keleten tartani az oroszokat. Most ez lesz a feladatunk. De nem én leszek az agresszor, ezt már kimerem jelenteni, ehhez kevés ez a 64 gyár, amivel rendelkezünk. Úgyhogy megyünk az áramlattal, és mindenben támogatjuk ugye a német ajkú föderációnkat. Gyakorlatilag mi is a lengyelek vagyunk azok, akik nem germán nyelvcsaládból származunk. Érdekes, érdekes felállás, de ez van, ez most így alakult. Na, akkor menjünk bele egy kicsit a játék gyakorlati részébe, ha megengeditek. Akkor már is a gyalogsági egységeinken módosíthatnánk, és mégpedig majd úgy fogunk módosítani, hogy kell nekünk egy Light Tank Division, valamint a Recon Company-t, ezt fel kéne gyomni Light Armored Recon Company-ra, az adna nekünk egy jó nagy boostot, de ehhez először nézzük meg, hogy van-e nekünk egyáltalán gyártási soron Light Tank. Hát, nincs. Na, Great War Tank Renault. Hát ez baj, ez nem a legerősebb, nem a legjobb felállásunk. De kettőt már is elveszünk, és mondjuk kettővel elkezdünk tankot gyártani, és ez a tank majd remélem fölhasználható lesz itt az egységeinkbe. Tehát akkor a produktivitása meg lesz a tankoknak. Az addig jó. És ezt azért teszem, és ezt mindjárt megmagyarázom. Ugye nagyon OP taktika, kicsit utána olvastam itt ennek az egész Division Designeringnek, hogy ugye OP taktika az, hogyha csak egy light tankot berakunk, az ugye az organizációt nem viszi le 30 alá, mégis kapunk armort, és ez az armor ez nagyon durván oda tudna vágni nekünk a combat statba, és az én arra utazok, hogy a supply use, reliability, weight, hát igen, ezek megnőnek, ezek csökkennek, nagyon rossz lesz, combat weight ez 19, hát most Istenem, így járunk. Megnézzük azt, hogy mit tudna nekünk még eredményezni, hogyha a Recon Company, hoppá, 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 a Recon Company fölmegy Light Tankra. Dire, durrantjuk is a Light Tankos Recon Company-t. Kingdom of Romania, join the Central European Alliance. Hát eddig is itt voltatok. Most mi van? És miért vannak itt nekem egységeim? Miért vannak itt nekem egységeim? Wow. Wow, kis anomália, na mindegy. Ez van. Kis bugolást láthatunk itt a képernyőkön. Hát jó napot kívánok. Na, akkor ezt itt töröljük. Mindenki megkapja az ódört. Az óbestertől. És haladjunk. Vágódjunk bele a játékunkba. Egy kicsit lassabbra veszük itt a tempót, csak azért, hogy tudjunk reagálni időben a váratlan eseményekre. Oké, akkor az egész országunkat lefettük. Remélem ezek a csapatok is lassan elhagyják az ibériai félszigetet. És Brüsszelből... Na, vajon... Vajon eljöttek-e onnan, barátok? Remélem eljöttek. Jó, hát ez egy kis anomália volt. Mondjuk úgy, hogy észre se vettük ezt az egészet. De kőkemény katonai támogatást kéne nyújtanunk itt hirtelen. Itt nagy hirtelenségében, hirtelen felindulásból ezeknek a kis országoknak, de amint látjátok, nem akarják elfogadni. Egyszerűen nem. És ez se fogja elfogadni az atasét.
Ja, mert Finnország befejezte a háborút az oroszokkal, tehát mostantól már csak a Baltikum háborúzik. Az baj, őket megeszik, őket meg fogják enni az oroszok. Jó, akkor e föl kell készülnünk arról, hogy északról érhet minket orosz atrocitás. Jó, erre föl fogunk készülni, legalábbis lélekben. Azt nem mondom, hogy teljes mértékig a helyzet magaslatán leszünk, de no. Jó, az infrastruktúra itt végig fog menni. Az addig oké, a diplomácia nem baj. Research hamarosan véget ér. Defense-et kéne nyomnunk. Nem defense-et, operation. Húha, ez elvesz tőlünk 5 gyárat. Ez elvesz tőlünk 5 gyárat, ezzel nem fogunk most foglalkozni. Nem. Az oroszoknál intelligence, az ki van építve, majd megy. Local Eastern, jó, akkor ezzel folytatjuk a fejlesztési fával. A fejlesztési fánk úgy fog kinézni, hogy egy a light tankokra gyúrjunk rá egy kicsit, egy kis erősítést. Hogy azért végig csak tudjunk már kiszórni egy pár light tankot itt a testből. Na, azt a te is költöttük. Torpedócső. És Észtország kapitulált. Hát várható volt, és azzal az a baj, hogy oda küldöm az atasémat, ahova szeretném. Észtország, nézzük csak meg, hogy van. Akkor nem annektált Oroszország. Na, ez egy érdekes lépés volt. Oroszország nem annektált, hanem létrehozta ezt az Estonian Independent SSR. Jó, mindegy, kommunisták, bábállama ugye Oroszországnak. Érdekes, hogy Oroszország központja most nem Moszkva, hanem Leningrád, tehát az északi főváros lett. Gondolom ezért is kellett arrébb tolni innen a finneket. Igen, el is lett csatolva tőlük a két terület. Aha, jó, arrébb lettek tolva. Nyilván, ha most itt van egy főváros, akkor én is szeretném távolabb látni a határokat, legalább egy napi járásnyira. De na. Jó, mi még egyelőre tovább nem fogunk háborúzni. Jó, mi van? National Focus. És ezekkel ugye mondtuk, hogy nem nagyon fogunk foglalkozni, de kéne. Complete Plan East. Eastern Conscription, Landfort, akkor jöjjenek ezek a Landfortok. Na, legyen hát. Jó, kíváncsi vagyok, hogy halad a Szovjetunió, és halad, és nézzétek meg, hogy halad a sivatagban. Na, hát ez érdekes. Valamint, hát úgy látom, hogy szét fogják itt ütni a kínaiakat, legalábbis a kínai népköztársaságot. Na, ez is nagyon érdekes, mert itt, ha jól látom, akkor itt egy ilyen hármas összeborulás van, ahol ők ugye függetlenek a japánoktól, de eléggé jóba vannak velük, és ütik a kínaiakat, és meg gondolom, hogy a japánok is később ütik őket, de egyelőre össze vannak borulva, és a japánok, aha, háborúznak az oroszokkal, és alakul ott a front. Na nézzük. Ezzel meg vagyunk. A logisztikánk azt jelzi, hogy a 810 minusszal rendelkezünk könnyű tankkal, és meg kell néznünk, hogy mennyi a könnyű tank termelésünk. 6,8 hetente, tehát nem termelünk egy tankot naponta. Semmi gond, ez ugye menni fog följebb, a production efficiency, és akkor ugye tetőzik majd a tank termelésünk, úgymond. És majd azt fogjuk mi még kihasználni. Vojvodinát kéne tényleg megütni. Meg kéne ütni. És ezt nem rossz akaratból mondom, de meg kéne ütni őket. Mert ha más nem, akkor én elvenném a szlovák területeket legalább. Eastern Slovakia, Kárpát-Ruténia, az jöhet. Ez is.
Eastern Sudetland, ez nem kell, Southern Slováki, West Slováki, az jöhet, úgy van. Northern Hungary, azt már nem is engedi. Jó, ez 265 nap lesz ezt megadni, ezt a klémet, és lehet, hogy ha addig nem keveredünk háborúba az oroszokkal, akkor erre lépünk is. És én leszek az, aki háborúba sodorja itt a mi kis békés demokráciáinkat, de most Istenem, valahogy mégiscsak ki kell csikarni az, hogy az ellenséges vonalak tőlünk távol essenek. Na várjatok, itt mi a helyzet? Olaszország egyedül háborúban áll a Balkáni Föderációval. Bátor húzás, egy frakció nélkül nem mernék kiállni. Hát úgy nem mernek kiállni, hogy tudom, hogy nincs egy frakció mögöttem legalább, amelyik támogat. Na nézzük, ami lezárult, hogy zárultunk le? Oppá, Imperial Quantum Territories. Na, akkor ők ugye nagyon jóban vannak a japánokkal, nem puppet state-ja a japánoknak, ők úgymond egy ilyen kínai ellenlábasok, de legalább akkor hatalmas manpower-rel rendelkezik a kínai, vagyis ez a japán frakció. Úgyhogy az majd érdekes lehet, hoppá, és ugye haladnak az események, mert a Hispán Alliance North American Alliance-el éppen háborúba keveredett, és Panamánál úgy látom, az amerikaiak kicsit kitörtek. Na, egy érdekes, hogy fognak becsatlakozni ebbe a háborúba a brazilok. Lehet, hogy gyorsan átdobnak egy-egy egységet a mexikóiakhoz, és kíváncsi leszek, hogy itt akkor most ki fog menni. Hát ugye itt átléptük a Rio Grande-t egy vonalban, meg az amerikaiak is viszont. Úgyhogy ez most itt egy ilyen adok-kapok, kicsit később visszanézünk, hogy mi a stájsz. Na, itt vannak az olaszok. Ugye az olaszok háborúban állnak a balkániakkal. Nagyon nehéz terepen próbálkoznak. Közben meg ugye én is benyújtottam a követeléseimet Szlovákiára. Na jó, meglátjuk. Meglátjuk, mennyire gyengül le itt ez a balkáni akció. Aha, Litvánia, vagy nem, Latvia kapitulált. Hát akkor már a litvánok egyedül vannak. Jó, a keleti fronton egy erődrendszer megépült, most megépítjük a másodikat is. Jó, és akkor tudunk ugye jó kis fejlesztéseket véghez vinni, de most nem erre megyünk, hanem nézzük már meg egy kicsit a légierőt. Ugye ez 44-be fogunk érdemleges dolgokkal előre menni, tehát ezzel nem foglalkozunk. 40 research speed, az jöhet, annak majd tudunk körülni. De elég tisztességesen állnak ellen itt a litvánok, meg ez a kis balti államok az nagyon rossz hadseregnek. Na jó van. Nézzük meg a logisztikát, lefaragtunk. Már majdnem egy százas lefaragtunk ugye tankhiányból. Az már jó, hogyha ennyi tankunk in van. Faragjuk csak tovább. 1,24-et gyártunk le naponta. Ugye eddig egy nap alatt nem gyártottunk le egyet, most már jobbak vagyunk, most már több mint egyet gyártunk le. Ez nagy előny, nagy előrelépés. Ennek tudok örülni is. Industry. 41-ben vagyunk, és nem figyeltem oda, hogy lehet az industry-t növelni. Jó, akkor a kézigépuska kijön, a tankunk kijön, azokra majd átállunk. És ugye nekünk majd itt a hegyekben kell megverekedni a szlovákokkal, de lehet, hogy majd a román fronton besegítünk itt, az Alföldön, itt a Duna medencéjébe azért könnyebben fogunk haladni. Jó, oké, akkor hát a litvánoknak percei vannak hátra.
bocsánat, játékbeli napjai vannak hátra. Ugye ők onnan majd kiesnek. A kínaiak, japánok, hát mennek rá az oroszokra. De ez hogy van? State of Japan most háborúban áll ezzel a frakcióval? Miért ütik egymást ennyire? Miért? Most akkor mindenki ezt a kínai tüti. Érdekes, bár mondjuk rohadt nagy területekkel rendelkezik. Aha, és Litvánia el is bukott. Hát igen. Igen, várható volt. Egyedül nem tudta volna tartani magát, nekem pedig nem volt semmi, amit küldjek neki. Na, akkor tankból jöhet egy újabb. 4,37-et hozunk ki belőle per 7. Ú, de növelni kéne a gyártási kapacitásunkat. Ellenben meg hozom ki állandóan az újabbnál újabb tankokat. És lefaragtuk egy 100-assal. Jó, oké. Na, Vojvodina, hogy állunk? Gyere, mondd meg. 70 napnál, jó. 260 kell, akkor úgy érzem, hogy itt van létjogosultság egy kicsit rárakni, és a franciák, na, hoppá, ez bajos, körbevesznek minket a kommunisták. Nézzétek meg, Európa, ugye mi vagyunk ezek a szürkék, vannak ezek a kékek itt középen, és körbevesznek minket a kommunisták. Ez azért baj, mert hogyha én most itt hirtelen háborúba állok a balkániakkal, nem fogok tudni figyelni az oroszokra. Ha nem tudunk figyelni az oroszokra, akkor ők nagyjából itt betolnak minket, vége volt a játéknak. Közben nekünk ugye el kell intézni egy Franciaországot, lesznek gyarmati háborúink, tehát a tengereken megint bajban leszünk. Valamint itt van azért egy jelentős nagy orosz tömeg, amivel nehéz elbánni, de számolni kell vele, és én ugye a határzónára, valamilyen a játékban a határzónát kezdik el védeni itt a lengyelek. Nem tartom célszerűnek, lehet, hogy visszább kéne vonulni onnan, de ezt választották, oda van erődünk. Pont. Úgyhogy azt azért valamennyire ki is kéne használni, hogy ide erődrendszert kaptunk. Gyakorlatilag igen. Végig a határ teljes hosszában, de az északi részen itt Vilnónál nincs semmink. Ez baj. Az olaszok, hát háborúzgattok még? Háború van? Aha, tehát ez egy nagyon langyos háborúcska. Nincsenek nagy frontmozgások. Ugye, hogy nincsenek nagy frontmozgások itt a mexikóiaknál, bár azért az amerikaiak nézitek meg, a Rio Grande-tól azért eléggé délebre jutottak, már közel van, a félúton vannak Mexico Cityhez. Szerintem ez el is fogja dönteni majd a... Milyen frakció ez? Mindjárt elolvasom nektek. Hispán Alliance-nek a sorsát szerintem el is fogja dönteni. Aha, közben nekünk van egy Niederlandünk itt, és azt lehet, hogy majd ezt használni fogjuk. Jó, próbáljunk meg először akkor a balkániakkal elbánni, de az a baj, ilyenkor vissza kéne lépni. Hogyha józan paraszt észre szeretnénk gondolni, akkor itt illene visszalépnünk a háború gondolatától, de mivel nem gondolkozunk ilyenekkel, ezért tovább fogjuk nyomni. De nagyon számítani kell az oroszok támadására, ezért csak egy fronttal fogunk támadni. Igen, egyel fogunk csak támadni. Hoppá, ne, national fókusz nincs. Aha, jó, kicsit gondolkozok, azért nem beszélek most annyit, ne értsétek félre a dolgokat. Jó, arra lennék kíváncsi, hogy egy német egységbe mi van? Van légelhárítója, támogató tüzérség, beásó, tüzérség, 9 gyalogság. Még nekünk egy egységünkben ugye van 6 gyalogság, tüzérség, 3 fajta, Recon Company, támogató tüzérség, mindenfajta meg egy beásó. Jó, élőerőben alul maradnak a mi
A mi divízióink élőerőben alul maradnak. Gyalogsági egység mínusz 3. Jó, megpróbáljuk technológiával ellensúlyozni, de ebbe is ugye a németek lesznek jobban, jobbak, tehát élőerőbe kisebbek a mi egységeink. Ez szerint fogunk menni. Hát nyilván nem is tudnék jóval többet belerakni manpowerből, hiszen mi nagyon limitáltan rendelkezünk élőerővel. És attól félek, hogyha most itt lesz egy nagy ülőháború, akkor nem feltétlen fogunk tudni effektíven harcolgatni. Jó, formation fighting lesz. Doktrina, mi van még? Oppa! Base strike, nem, az túl sok minden kell, akkor inkább menjünk tenger alatt járó hadviselésre. Ugye kis állam vagyunk, nekünk nagyon arra kéne odafigyelni, hogy így van a tenger alatt járókkal tudjunk odaverni. Ezen tudnék fejleszteni? Tenger alatt járókon? Ja, az torpedó, a másik az az. Jó, akkor ez így... Na, de jó, beállígattam mindent, azt elment boré az egész. Na, a két tank, az jöjjön kifele. Nézzük meg, mink van. Plusz 2000, 3000, 3000, az nagyon jól állunk. Plusz 58000, erre egy darab... De nem teszek többet, az hódziher. Hát ezt sose fogjuk elhasználni ezt a sokat. Itt van nekünk még ugye truck, ami hát plusz egyen rendelkezünk, az édes kevés, train 121 kevés, hát ez annyi amennyi, erre van kapacitásunk, ezt nem is fogom tovább forszírozni. A light tankokat ugye megneveltük, a support equipment az plusz 1,7, az kicsit kevésnek tűnik, de szerintem egy plusz 2-es napi termeléssel békeidőben jók vagyunk. Truck. Jó, akkor a trucker is dőlt, ezért, és ne haragudjatok, hogy ennyire nyomatékosan próbálom alátámasztani az érveimet, de ez így van rendjén. Oké, okay, akkor a truck megy. National Focus. Conscription. Mehet. Azt ott végig toljuk. Ez is jöhet. Slot available. Oké. Okay. Voivanida breaks down, supply consumption minus 10, az nagyon jó, daily command power gain multi, ez is plusz 15%, nagyon jó lesz. Erre leszek még a night assault taktik, land night attack plusz 25%, az jó lesz. Igen, igen, és meg kéne előznünk itt a drága olaszokat, oda kéne vernünk ennek a balkáni felállásnak. Voivodina, hol van a mi claimelésünk? Még egyszer. Justification of conquering finished. Jó, tehát támadhatunk. Oké, okay, amint mondtam, nézzük meg neki, mi a... Új, infantry expert, az már is jöhet. Infantry expert jön. Az úri embernek van-e bármilyen erénye? Nincs. Jó, eldőlt. Ezt az úri embert már is ráállítjuk. Hát, a mi frontunkra. Igen. És egy kicsit nyúljunk már át a... Úgy is van. Erre a frontra. És akkor hát, ha innen az Alföldről Unkacevóba jobban tudnánk támadni. És támadni is fogunk, mert, és ezt meg is mondom, Call Allies. Támadunk. Jó, akkor ide még teszünk magunknak fightereket. Nagyon jó, meg closer supportot, hogy is van, oda nézzetek, bom. És őket már is hozzárendeljük itt a drága kedves alakulatunkhoz. És lassítunk a tempón. Jó, akkor a németek beszálltak ebbe a háborúba, nagyon örülök neki. Nagyon-nagyon örülünk neki, a németek mindenki, a románok is beszálltak a háborúba.
Kiváló, kiváló. Meg kell szereznünk ezeket a szlovák területeket, ez nekünk nagyon jó lenne, hogyha egy kis részt még ki tudnék szakítani Magyarországból is, vagy akár egész Vojvodinát megszerezni, az lenne a legjobb. Ahhoz nyilván teljesítenünk kell, úgyhogy kőkeményen kell beütnöm a Lies Kingdom, I want to help in their war effort. Nem, sajnálom. Germany Kingdom. Most akkor ő beállt hozzánk, vagy mégse? Nem hiszem, hogy még a frakciónk tagja lenne, nem vettük őt föl. De, beállt! Imperial Quantum is beállt. Micsoda? Central European Alliance beállt, komolyan? Wow! Akkor háborúba sodródtunk. Ó, de jó, nagyon jó. Akkor háborúba sodródtunk Oroszországgal. Megnyílt a front nálunk is, mert ugye a németeknél már megnyílt a front. Rendben. Akkor a lengyel frontra helyezkedjünk föl. Szépen, uraim, kezdjük el a háborút. Na, erre nem számítottam. Hát nem azt mondom, hogy nem számítottam, de igenis számítottam, csak nem ennyire gyorsan. Mi itt most előre törünk, kicsit gyorsítok az eseményeken, we are at war, és war, West Pacific Treaty, oké, okay. Negyedik internacionáli és a Balkán defenzzel. Jó, gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy ez innentől most már egy világháború, ez szerint fogunk majd eljárni. Tehát az egész világon háborúzunk, Európában a háborunk, hoppá, akkor itt állítsuk meg, legyen gyorsan itt egy kis helyzetértékelés, elemzés. Na ugye, itt vannak, mint ahogy mondtam, a Baltikum kiegészült az oroszokkal, vagy inkább az oroszok egészültek ki az a Baltikummal, na mindegy, de ugye itt vannak a britek, a franciák, az oroszok, az egész Baltikum. Ugye a megmaradt francia gyarmatok, jó, ők mind ellenségeink. Akkor az Allies-t, most már úgy látom egyedül India képviseli, érdekes. Valamint itt vannak még a japánok, akik ellen háborúzunk. Annyira érdekes, hogy mi, ez a Central European koalíciónk, ez kiegészült, ha jól látom, a svájciakkal, az olaszokkal, és hát kiegészült gyakorlatilag egész Kínával, az összes harcoló féllel, úgyhogy őket igazából bevonzottuk a szövetségünkbe, hát hatalmas emberi erőforrás, de inkább úgy fogalmazok, hogy ők lekötik Oroszország és a francia, valamint japán erők távol-keleti részét, ez nekünk esélyt ad, mi simán tudunk támadni a Balkánon, és hát ahogy láthatjátok, Franciaországba már kőzerűvel benyomultak a szövetségeseink. Nekem a feladatom a következő, meg kell tartani a szövetségünk európai keleti szárnyát, és értem ez alatt igazából a saját területeimet. Majd, hogyha a Balkán Defense League-nél a támadásunk sikeres, akkor utána kiegészítem ezzel a 24 divízióval is az egész frontszakaszt, és itt gyakorlatilag ellen kell állni az oroszoknak, hátrébb kell őket nyomni. Itt ezt, ha megengeditek, még annyi, hogy igen, itt nagyon egy helyre koncentrálódunk, akkor ezt itt most meg is állítjuk, ezt az egész dolgot, hanem velük. Brno egyik oldalról, másik oldalról jövünk le, egész Duna szakaszán, és újabb támadási stratégia, egészen Zágráb, Szarajevó, mehetünk, egészítsük ki a fontokat, haladjunk, haladjunk. Budapestet be kéne keríteni, és erre a legjobb mód ez lenne, hogyha itt át tudnánk jönni gyorsan. Itt Vácnál, Visegrádnál átszökünk, és akkor Budapest hátulról be lesz kerítve, onnan könnyebb elfoglalni, a budai oldalról. Magaslat. Jó, pesti oldal megvan. Budapest megvan. Rendben, átértünk a Dunán. Jó, azt ott meg kell tartani. Azt a hídfőállást, azt ott meg kell tartani. Jövünk itt len. A Tisza, hát a Tiszától már elnyomtuk itt a vojvodinéjakat. Oké. Ezen a front szakaszon, hát igen, jöttek előre az oroszok, jöttek előre.
nem nagyon fogunk tudni ott mihez kezdeni. Kiegészültünk ugye német és román csapatokkal, olasz csapatokkal, ott szerintem meg fogjuk tudni tartani. Tényleg erre kell először pontot tenni, majd utána a franciákra. Ezzel elvartuk ugye Európa nyugati szárnyát, a britekre hát küldeni kell kőkeményen a bombázókat, meg mindenféle úton, módon őket távol kell tartani. Nem támogatok most egy észak-afrikai partra szállást, hanem mi most támadunk, majd az oroszokra őket kell visszaszorítanunk. Úgyhogy akkor itt most följebb is merészelem nyomni egy kicsit hármas szintre a gyorsaságot, és nekünk nem csak a háborúval kell foglalkoznunk, hanem nekünk foglalkozni kell egy kicsit a gazdaságunkkal, Constructionbe. Aha, a military factory-k már kijöttek, ez nagyon nagy hír, tehát a trakkok, a light tankok jöjjenek csak szépen, kell support equipment, és megnézzük, hogy mi az, ami még rohamosan fogy. Baromira fogy, jó. Jó, a light tank az, ami fogy. Igen, tehát azt kell nagyon erősítenünk. De hányal rendelkezünk? Még kettővel rendelkezünk, tehát akkor tüzérség, antitank, meg ezt. Igen, és egy lightot onnan visszaveszünk. Jó, ami nincs, tungsténünk nincs, valamiért nem érkezik, és meg kéne próbálni Európából beszerezni, Svédországból próbáljuk ki. Hát a svédek tudnak nekünk ilyesmit szolgáltatni. Na, próbáljuk itt a frontot egy kicsit közelebb nyomni. Ugye Bécset el kéne foglalni, mert az egy igazán nagy Novi Sad. Jó, nem? Akkor még tartjuk magunkat. Jó, akkor a keleti szárnyunk még nem omlott össze. Gyorsan ránézünk egy kicsit a japán tér, vagy kínai térképünkre. Hát kemény, kemény, de jó. Ott még azért van emberi erőforrás, tehát nem fog olyan könnyen összeomlani. Rendben, felosztották Franciaországot, ez nekünk nagyon jó hír. Tehát a franciákkal úgymond már csak Észak-Afrikából kell számolni, akkor már arról csak a britek vannak. Jó, a Balkánt kéne kiszorítani, tényleg erre koncentráljunk. Nyomjunk rá mindent. Ezek mik? Makeshift bridges. Jó, csináljatok hidat. És vegyünk részt Bécs elfoglalásába? Vegyünk részt. Úgy. Jó, ez nekünk presztízs kérdés. Eastern Conscript az megvan. Ezzel manpowerhöz jutunk remélhetőleg. Ugye leesett 163 ezerre. A manpowerünk, Ruthenian Army. Az jöhet. Jó, hát Róma egyelőre nem tudott mit hozzátenni ehhez a játékhoz itt nekünk, és rohamosan fogynak a készleteink, tehát hogyha ez a balkáni háború majd egyszer valaha véget fog érni, akkor ide nekünk kell egy komoly szünet. És ezért mondom azt, hogy ez most nagyon jó, hogy Budapest az enyém. Budapest, ott, mert ott azért kiegészítünk egy jó adag alumínium és vas készlettel, ez a supply, bocsánat, nem jó. Nekem most ez kell, alumínium 97 lenne, tungsten 1, vas 13, az nem sok. De mégiscsak valami, legalább emberi erőforrás. Na, itt Grácsba menjünk be, emberek, menjünk be, vágjuk el ott azt a... Azokat ott vágjuk el. Na, megkockáztatom a max speedet, és ezt nem azért. Jó, oké, nézzük meg itt gyorsan, hogy mennyi. 5-től 13-ig 2 tüzérséggel. Az kemény. Az kemény. Jó, hát a Dunántúl az a románokhoz került. Na, ez itt érdekes, ezt lehet, hogy át kell kicsit gondolnunk a támadást.
Jó, bom, na, akkor a Balkáni Defense-nek a legnagyobb államát azt kiütöttük. Ruble Processing, jó, oké, aztán majd mi mindjárt visszavonulunk erről a frontról. Szlovénia kapitulált, végre valami jó hír is. Legalább már egy ellenség. Great Red Menék, Menék! Az kiesett. Az mi? A 10 egység? Azt a mindenit. És már is 43 ezer. Jó, a támadást ezennel leállítom. Innentől határvédelmet csinálunk. Aha, ott nagyon durván beerősítették magukat a fiúk. Logisztika, logisztika, logisztika. NTR-ben már is mínuszba mentünk át. Nagyon durva ez a háború. Minden plusz, amit eddig termeltünk, hát az átfordult mínuszba. És a szövetségesektől nem kapunk. Autosaving. Jó, semmi baj. Egyelőre szerintem nagyon jó a koalíciónk. A frakcióm nagyon erős. North America Alliance-be csatlakozott spanyol. Ja, hát legalábbis ez az Ibériai Unió. Jó, és az oroszoknak eddig stabilan ellenállunk. Boom! Mekkora csapatot partra van rakott itt. És megy, jó. Arra szerintem majd lépnek az drága németek. Nekünk meg kéne nyomni a gyártást. Ezt fogjuk növelni, Routine Army, az megvan, akkor National Focus, és mehetünk a Complete Plan East-re, és kész is, jó. Sabotage Polish Industry. Egy, ez miért jó? Ezt inkább ne, jó? Köszi. Hogy ez miért jó, azt nem tudom. Jó, defense, Central Defense of Poland, tehát Varsó környékét fogjuk ezzel majd megerősíteni. Ez mi? India? India most háborúban van velünk. Hogy vagyunk? A Balkán az addig értem. Union, Union, Union. Hát nem értem azt az indiai csapatot ott. Britain. Nézzünk csak gyorsan rá. India? Nem áll háborúban senkivel. Ja, értem, mindent folyósít a balkániaknak. Oké, okay. Nincs több kérdésem. Ezt itt töröljük. A front szakaszt töröljük. Teljes front. Vegyük körbe őket. Jó napot kívánok, manpowerünk. Kőkemény. Kőkeményen mínuszos. Woman in the workforce. Total mobilization kéne. Totális mobilizáció. Na nézzük. Jó, hősiesség. Nagyon király. Oké, lehet, hogy be kéne valahogy csatlakoztatni Bulgáriát és Görögországot ebbe a háborúba. Improve relation, ugye jobban vannak a románokkal, akkor mi legyünk jobban a bulgárokkal is. Production. Hát a production az production. Na, tüzérség már is fejlődött. Nézzük meg, mi a rossz, mi a rossz. Hát, minden is. Oké, és nem növekednek az egységeink. Sőt, folyamatos morzsolódás van belőle. Semmi baj, semmi baj. A manpowerünk így elfogyott. Hopp, 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 hopp. Beloruszok. Ott valami történt.
Nézzük meg, teljes, teljes, nincs teljes, nincs teljes légifölényünk ezen a területen, sőt, Kelet-Európában nagyon nincs, a Brit Channel-be sincs. Jó. Hol vagy, itt vagy, jó, következő submarine. Develop Upper Silesia. Na, hát ha azzal növekedik majd egy kicsit a gazdaságunk. Manpower, manpower, megint ez hiányzik. És ott nem fogunk tudni átjönni a Novi Sadba. Jó, és az a baj, hogy így a tengeren mindenhez hozzáférnek. Az oroszokra meg én nem fogok támadni, az hódziher. Ott védekezünk. Így is nagyon mínuszosok vagyunk. Taktikai bombázó. Ne hozzunk egy kis taktikai bombázót. Jó, oké, akkor ez a háborunk, ez most egy kicsit elült. Jól kezdtük, Vojvodinát gyakorlatilag beaprítottuk, kiszabadult, Olaszország is, Franciaország az bele darálva. Innen már csak az a kérdés, hogy majd az észak-amerikaiak hova fognak. Aha, North American Alliance hova fog csatlakozni, remélem nem ellenünk. Hát mi gyakorlatilag, hát nem vagyunk tele agresszorral, úgyhogy jók leszünk, szerintem jók leszünk. Remélem majd az ellenségeink közé fognak verni, nem hozzánk. Research. Na nézzük, jó, akkor hát a manpowerünk az még mindig minuszos. Erről a frontról mi visszavonulunk. Hoppá, hoppá, a régi szövetség. Nem akarom, és ezt megmondom, miért nem. Nem azért, mert bármi ilyesmi van. Azért nem akarom, mert hogyha mi most véletlenül kiszakadunk a Central European Alliance-ből, ez miatt az baj. Úgyhogy én szeretnék maradni ebben az unióban. Úgyhogy ezért utasítom el. Nem, mert nem tudom, hogy ez mit eredményezne. Fülöp-szigetek függetlenség alá lett írva. Várjatok már, ez most mi? Ez akkor most azt jelenti, hogy akkor ő még mindig tagja ennek a társulatnak. Jó. Hát jó. Szabotás, szabotás, hát nézzük meg az elnyomott területeinket. Occupied Territories, Secret Police. No Garrison. Nem baj, de nem őket fogjuk, hanem lovasságot küldjünk már ide. Hát, ha gyorsabbak meg jobbak lesznek ebbe az elnyomásba. Mik jöttek hozzánk? Ibérek? Ja, tényleg az ibérek csatlakoztak valahogy? Nem. Nem, de kapok tőlük támogatást. Jó, na, csukjunk fel minden, nézzük meg, hogy mi a stájsz. Millió veszteségünk van csak nekünk. Gondolom ebbe jóba beleraktak, igen, a kínaiak belepumpáltak 2 milliót. Mi azért itt az európaiak nem állunk olyan rosszul veszteség ügyileg. Jó, hát az elemi az igenis rosszul áll. Adjuk nekik az érzést. De ők is felállították a teljes hadseregüket, mi is felállítottuk. Innentől kezdve szerintem az erősebb gazdaság fog győzni, és azt kell nekünk valahogy majd kitermelni. Construction, nézzük csak meg a construction-t, hogy állunk.
Csak javítások, javítás, javítás hátán. Rendben. Akkor nekünk még annyi a lényeg, hogy civil gyár, mindenhova hadd jöjjön. Katonai gyár. Hát az ide jöhet erre a területre egy csomó katonai gyár. Lublinba is hadd jöjjön. Anti-air. Ezeket a területeket nyomjuk már föl. Jó, oké, akkor ezek mennek. Amíg a doktrinát elnyomjuk, Night Assault. Így is van, low manpower-re mennek. Na jó, akkor hogyha még annyit megengedtek, egy gyors összefoglalót tartunk. Kitört a háború, beszálltunk mi a Central European Alliance-be a háborúba, hirtelen átalakult az egész világ, ugye mi a balkániakra fókuszálunk legelőször, de mivel, hogy beléptünk a balkániak ellen ebbe a háborúba, hozzánk csatlakoztak az olaszok, de mivel az olaszok háborúban álltak a balkániakkal, valamilyen úton módon a negyedik internacionális is úgy gondolta, hogy beszáll ellenünk a háborúba. Így aztán, mivel két frontosak voltunk, Franciaország és Oroszország azt körbevet minket, így háborúba keveredtünk velük. Ahogy láthatjátok, a franciákat már lenyomtuk, úgyhogy már csak a balkániak vannak hátra, valamint az oroszok, de menet közben ugye csatlakoztak a britek is ebbe a harcba, úgyhogy semmiféleképpen nem fogunk átmenni a gyarmatokra, ahogy én látom. Itt a belgák, a belga gyarmat, igen, ott próbálunk ellenük bármivel is fölépni. Ugye Kína nagy része az, amelyik még csatlakozott hozzánk. Próbáljuk szerintem őket támogatni, én jelenleg semmit nem tudok neki küldeni, nem rendelkezek ekkora gyártással. Ők egyszerre harcolnak ugye a japán frakcióval, a negyedik internacionáléval. Itt az Allies, ez az India, ez keményen támogatja a balkániakat, valamint még azért azt el kell mondanom, hogy a Hispan Alliance az hát el lett verve, úgyhogy Mexikó az föl lett darabolva, és be lett annektálva ebbe az észak-amerikai frakcióba, és hát ugye azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy Ibéria is csatlakozott ezbe az észak-amerikai frakcióba. Na, ők azok, akikkel most nem szabad összeakasztanunk a bajszot, semmilyen úton, módon. Úgyhogy azt kell most elkerülnünk, pontot kell tennünk ennek a háborúnak a végére, azzal, hogy hát itt a Balkánt azt ki kell tisztítani, az egyértelmű, és valahogy az oroszokat ki kell nyomni, és aztán mehetünk bárhova is, mind a kínaiakra, indiaiakra, mind az észak-amerikaiakra, csak azután fordulhatunk, úgyhogy itt kell Európába először is rendezni a viszonyokat. Nekem nagyon fontos lenne, hogy ezt a szlovák régiót ezt megkapjam. Emberileg, emberi erőforrásban nagyon fontos lenne. Én nem bánnám, hogyha kapnék Belarusból, Ukrajnából, vagy a Baltikumból területeket, de ott sanszos, hogy ott a németek fognak kapni, vagy mindenki kiválik, tehát Belarus, Ukrajna, a Baltikum, ezek kiválnak függetlenekké, majd meglátjuk, hogy hogyan fogjuk tudni őket felosztani. Úgyhogy így megyünk tovább, és hát majd meglátjuk, hogy merre alakul a kis világunk. Na, én viszont annyit tudok megtenni, hogy megköszönöm, hogy itt voltatok velem eddig, és hát majd még ezzel érkezünk, haladunk. Remélem kimerítő mesét tudok rittyenteni itt a játékhoz. Jó kis, hogy mondják, szerepjáték. Így van, szerepjátékba visszük át a stratégiai játékot. Tehát mindenki élvez valamit, én ezt élvezem. Na, köszönöm, hogy itt voltatok, és hát mindenkinek jó játékot. Na, cső.